baš poznate po tome kaj ima. Znači onda samo nasljednici do kada. Je li mađarska ovo ne. Ne, oni su to uzeli i tako postanu nije. Dobro. Ko će nam deset. Hrvatska sada u europskoj obitelji, u šengenskom prostoru, nema više ni jedna prepreka. Dok sam bio veleposlanik u Mađarskoj 2013. uklonjena je prva administrativna prepreka carina. Sada više neće biti ni policije i moćemo jedni i drugi se kretati bez zaustavljanja. Šengenski prostor je... Tko će imati najviše koristi? Naravno da će hrvatski građani imati najviše koristi, gospodarstvo, ali prije svega stanovnici ovih krajeva. Zadnji put kada je uklonjena granica, to su godine, prije 104 godine kada je zapravo uspostavljena granica, a dva prijateljska naroda živjeli su zajedno više od 800 godina. Hrvati koji imaju svoje oranice, vinograde s druge strane, moći se nesmetano prolaziti. Mađari također. Omogućit će se lakši protok robe, ljudi, turisti koji budu dolazili će moći voziti i zaustavljati se tamo tek kad se budu odmarali ili točili gorivo. Ovo je doista veliki događaj za sve nas i naravno samu Europu. Hrvatskim ulaskom u šengenski prostor jača se i sigurnosna komponenta. Europske granice Europske unije postaju sada hrvatske granice prema trećim zemljama. To naravno raste i obveza i odgovornost i Hrvatske. Hrvatska će čuvati više od 1300 km granice Europske unije. U svakom slučaju veliki dobitak za cijelu Europu. Hrvatska je uz dva strateška cilja, naravno tu je eurozona, sada smo i u šengenskom prostoru, a i u eurozoni. Ono što je preostalo još članstvo OECD-a i također smo na putu prema ostvarivanju toga strateškog cilja. Tako da ova velika postignuća što je Hrvatska ostvarila ovih godinu dana, ja bih rekao, sada vidimo da se isplatilo i samostalnost i sloboda. U temelje hrvatske slobode i suvereniteta utkani su životi hrvatskih branitelja i vizija prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana je sada ostvarena. Ja sam jako ponosan, moji ovdje kolegice i kolege i državna tajnice i sa kolegom Petarem Čerešnjim, kojeg poznam dok je još bio gradonačelnik grada Noćka Niže, sada je zastupnik u mađarskom parlamentu. Ovdje je isto i saborski zastupnik gospodin Sobota, ovdje su predstavnik i župan Međimurske županije, gospodin Posavec i naravno Goričan, ovo je Goričan, ovdje su predstavnici naše općine Goričana koji su najzainteresiraniji upravo za otvaranje, dizanje rampe i više nikada je neće biti. Ovdje su također predstavnici drugih lokalnih samouprava, a i naši Hrvati u Mađarskoj i Hrvatska samouprava, gospodin Gugan i njegovi predstavnici. Ovdje naš veleposlanik, gospodin Andrlić, mađarski veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Demšak, svi predstavnici ovdje samouprava uz granicu koji će imati doista najviše koristi od šengenskog prostora i protoka robe i ljudi bez zaustavljanja. Ovdje naša prijateljska Mađarska, naravno da ćemo unaprijediti još na odnose još na veću razinu, osobito prekogranična suradnja koja nam je osobito važna. Županije i općine koje su i ranije surađivale radit će još na još većoj razini, unaprijedit ćemo gospodarsku suradnju, turizam, neće biti onih velikih kolona, čekanja, tako da evo, mislim da će svi građani, i hrvatski građani, i mađarski građani, tek od ovog trenutka osjetiti blagodati uklanjanja rampa i bez zapreka. Ja zahvaljujem hrvatskoj policiji,
zahvaljujem mađarskoj policiji na uloženom trudu, radu svih ovih godina, na ljubaznosti, na prijateljstvu, na suradnji, a svima nam je sada drago, evo, da možemo proći bez zaustavljanja. I naravno ovdje je i zastupnica Sunčana Glavak iz Europskog parlamenta, jer sam još nekoga zaboravio. Imara Ečkori Horatat Kelo Heijen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Bravo. Én is örülök, hogy együtt. Helyett horvát magyar barátság. Boldog az új esztendőt kívánok. Sretna nova godina svima i dobro zdravlje i sreća, uspjeh, zadovoljstvo naših dviju prijateljskih zemalja i naša dva prijateljska naroda, Hrvata i Mađara. Živjeli. Legesség. Szeretnék néhány szót pohárköszöntőként mondani. Először is örülök annak, hogy külügyminiszter úrral itt találkozunk, hisz ahogy említette a beszédében, régóta ismerjük egymást, már akkor találkoztunk, mikor nagykövet volt Magyarországon, majd Budapesten többször futottunk össze a külügyminisztériumban beszélgetni horvát és magyar ügyekről, és eljött az az idő, amikor itt a határon egy olyan szép ünnep keretében köszönhetjük egymást, kollégáival és az én kollégáimmal egymást, amikor ez a határ, ugye, ahogy ő is mondta, meg fog szűnni, egyszerűen csak átautózunk rajta. És azért fontos ezt elmondani, mert én abban a korosztályban, abból a korosztályból való vagyok, akik a 70-es években számtalan alkalommal kelt át ezen a határon, azzal a drukkal, azzal az izgalommal, hogy vajon megtalálják-e a dugi pénzt, megtalálják-e azt, amit visszafelé hozunk, és nem lenne szabad hoznunk. És ez most megszűnik, nem kell izgulnunk a határon, át tudunk menni, és át tud menni az a több százezer turista, aki a horvát tengerpart felé az Adriára megy, mindenfajta megállás, várakozás nélkül, ami azt hiszem mindannyiunknak fontos. És hogyha szabad azt mondani, hogy a két ország gazdaságának is jót fog tenni, hogyha lehet, én kiemelném ennek a térségnek a mutatott jelentőségét ennek a mai napnak, hisz most az itteni vállalkozók, a határ innenső és túlsó oldalán élő vállalkozók egy új lehetőséget kapnak arra, hogy együtt tudjanak működni, valamint azok a horvát nemzetiségű települések, vagy azokon a horvát nemzetiségű településeken élő emberek most már közvetlenebbül, sokkal közvetlenebbül tudják a mindennapi kapcsolatot fenntartani a határ túlsó oldalán levő horvát barátaikkal, vagy éppen rokonaikkal mindezt meg tudták tenni. Arra emelem én is a poharamat, hogy horvát-magyar barátság folytatódjék úgy, ahogy ez 800 éven keresztül szinte töretlenül megvalósult, és az a gazdasági erősödés ebben a térségben is meg tudjon valósulni, amit ez a határnyitás önmagában tud jelenteni. Erre emelem én is a poharamat, örülök, hogy itt találkozunk, és hát én is úgy köszöntöm, hogy éljen a horvát-magyar barátság. Egészségünkre!